Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást. Általában az esemény előtt szoktunk beszélgetni arról, hogy melyek az elvárások, ritkán beszélgetünk utána, pedig sok-sok elvárásnak meg kell felelni, például nektek is ott a vezetői székben. Melyek azok, amelyeknek mondjuk az idén sikerült, hogy szoktatok rekordot dönteni, szoktatok azzal kapcsolatban a várakozások nagyok szoktak lenni, hogy hányan jönnek majd ezekre az eseményekre, milyen a kiszolgálás, mit sikerült felújítani addigra, szóval az idén mi volt? Felújításról nem nagyon beszélünk, mert gyakorlatilag évről évre próbáljuk megoldani a feladatot, ami egyre nehezebb nyilvánvaló az infrastruktúrának az állapota miatt, de meg hát a szolgáltatások színvonala tényleg nem olyan, mint a környéken, vagy Európában, és nem is beszélve ugye a távolabbi pályákról. Minden évben az a legfontosabb, hogy ugye mi állami támogatást nem kapunk azért, hogy megrendezzük a Form 1-es magyar nagydíjat, hiszen a rendezési költségek nagyon-nagyon magasak, és nekünk egyetlen egy a jegybevétel az, ami fedezheti mind az ingatlan fenntartását, mind pedig a futam megrendezését. Az állami támogatás, vagy az a Hungaroring támogatás a költségvetési soron, az minden évben az a jogdíjnak a kifizetése, ami ugye állami feladat, illetve minden országban állami vagy tartományi feladat. És milyen összeget ezt kell kitermelni? Hát kitermelni gyakorlatilag a jogdíj az ugye máshol térül meg. Éppen ugye a tanulmányok mutatják meg, hogy közel 7,5 milliárd forint közvetlen adóbevétel származik abból, hogy egy évben egy Forma 1-es magyar nagydíj van. 17,4 milliárd forinttal járul hozzá egy Forma 1-es nagydíj a hazai GDP-hez. Tehát maguk a számok egyébként? Hát egy-egy ilyen tanulmány során, amit minden évben aktualizálni kell gyakorlatilag, hogyha a külföldi turista belép az országban, benzint vesz, használja az autópályát, hotelban lakik, átlag mennyit lakik ott, kilátogat a versenypályára. Ez mind-mind lehet mérni különböző tanulmányok során, hogy hány turistát hoz, vagy belföldi turizmust mennyire gerjeszti. Mennyire alakult át az a társaság, amelyik idejön a Formula 1-et megnézni Budapestre? Mennyire alakult át a közönség? Talán ugye a jegyakcióknak köszönhetően a hazai turisták aránya kicsit jobb, de még mindig 80% körül a külföldiek száma. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez jó az országnak, hiszen rengetegen jönnek a Forma 1 miatt. És többet tudnak valószínűleg költeni, mint tovább is maradnak, így van. A Forma 1-re látogató turisták általában többet költenek, mint más rendezvényekre látogató turisták. Ez is a tanulmány része. Tehát ilyen szempontból bőven kitermeli a jogdíjat az a haszon, ami ugye más részeken lecsapódik, illetve nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 5 évben 4-szer már nyereségesek voltunk, maga a Hungaroring Sport ZRT is, tehát a bevételei túlhaladták a kiadásait, még hogyha ez kismértékben is, de ugye mindig arról volt szó, hogy a Hungaroringet még azon kívül is etetni kell, hogy ugye a versenyt rendezi, illetve a jogdíjat ki kell fizetni. Ilyen szempontból mi nyereségesek vagyunk, és erre büszkék vagyunk, illetve még arra nagyon, hogy annak idején a felvett kereskedelmi bankoktól felvett hitelt, ami még annak idején a boxok létesítésére költődött, azt most 2016 végén kifizetjük, tehát azt a fajta adósság halmazt, amit örököltünk 2010-ben, azt most 2016 végére rendezzük, és nem lesz adósság a Hungaroring Sport ZRT-nek. És a további felújítások, vagy létesítményfejlesztés, az milyen pénzből tud megvalósulni? Most csak így, ahogy mondtad, hogy hitelfelvétel, az is eszembe jutott, hogy esetleg most már azokat a dolgokat, amelyek tényleg elmulaszthatatlanok, mindenképpen meg kell csinálni, akár hitelből is meg lehet csinálni, vagy van erre más forrás? Nem szeretnénk hitelből, tehát még egyszer ugyanebbe a csapdába nem hiszem, hogy a céget bele kellene vinni, hogy kereskedelmi bankoktól felvett hitelen. Mert hiszen ugye
olyan felújításokat kell csinálni, amitől nem lesz egy nézővel sem több. Hiszen hogyha az elektromos rendszert, a versenyirányítási központot, a vízelvezetést, vagy az erdőt felújítjuk ott, ugye, vagy kivágjuk és újra telepítjük, ettől még nem lesz több néző, viszont az elmaradt felújításokat, ami 30 évig elmaradt, ezeket meg kell csinálni, vagy a törmelékfogókerítést, bármit a nézőtérnek a minőséget. Tehát ezek a felújítások, ezek nyilván hivatkozhatunk arra, hogy az elmúlt 30 év megtermelt hasznából az állam majd vissza fog juttatni, és hála Istennek visszajuttat, hiszen azóta, amióta itt dolgozunk, az új menedzsment, 2010 óta számolom, azóta tényleg a tulajdonosok, a magyar állam gyakorlatilag nagyon érezzük a magyar állam támogatását, és a következő évben a 2017-es soron már 5 milliárd forint van Hungaroring soron, mint felújítás, ez központi költségvetésből. Ezt majd meglátjuk, hogy mire lesz elég, a tervezési folyamat most zajlik. Mi sokat beszélgettünk már itt arról, hogy hogy lehet kihasználni a létesítményt. Azért azt hiszem, hogy az teljesen rendben van, hogy nagyon sokaknak a fejében az él, hogy itt csak a Formula 1-es futam van, és ez termel bevételt, mert ugye erről hallanak legtöbbet az emberek, de azért itt az év legtöbb napja ki van használva. Nagyon érdekelne engem, van-e arra bármilyen felmérés, hogy azok a turisták, akár magyarok, akár idegen országból érkezők, akik eljönnek a Forma 1-et megnézni, visszajönnek ők más rendezvényekre is, mert nagyon sok mindent lehet még ezen kívül látni a Hungaroringen. Hát most főleg ugye a versenypálya, vagy az off-road center, vagy ugye a vezetéstechnikai centrum az, ami ki van használva. A pálya csúcsra van járatva, hiszen van egy napos bérleti díja, ezt mi a hazai időjárási viszonyok között ugye 210-220 napig kihasználjuk, tehát a jövő évben sincs nagyon szabad napunk. Már ez előre kibérelték. Tehát ilyen formában maximalizálni tudjuk magunk részére az ingatlant, és gyakorlatilag ebben nincs sok mozgástér. Majd, hogyha a felújításnak úgy kell zajlania sajnos ugye a felmérések alapján, hogy az, ami eddig épült, vagy az, ami eddig láttunk Hungaroringből, azt le kell bontani ahhoz, hogy új épülhessen. Ez egy nagyon nehéz feladat, és egy nagyon összetett, mert ugye a versenypályának működnie kell, legalább minden évben a Forma 1-es nagydíjat meg kell rendezni, egyébként a pályahasznosításból folyó bevétel az ki is fog esni éveken keresztül, tehát nehéz évek elé nézünk, annak ellenére, hogy ilyen nagy feladatot fogunk kapni, hogy újítsuk meg a pályát. Ilyen formában szakaszolni kell a felújítást, és ez egy tényleg egy ember próbáló feladat lesz, de valamit kell kezdeni, mert azt gondolom, hogy a szolgáltatások színvonala messze van attól, amit más európai pályák mutatnak. Adnak. Most előre néztél egy pár évet, de hogyha visszanézünk egy pár évet, ugye 2013 volt a csúcs, hogyha én jól tudom. Körülbelül hogy nézőszámban, igen. Hogy alakultak ezek az esztendők a Hungaroring szempontjából és a Forma 1-es futam szempontjából? 13-as év az nagyon jó volt. Ugye 13-as év az jó volt. A 14-es évben megütött minket az osztrák pálya. Ott akkor Ausztriában ott 36 óra alatt telt házat csináltak, annyi idő alatt elfogytak a jegyek. 2014-ben mi nagyon megéreztük az osztrák pályának. Ez szól a körülményeknek is egyébként? Ott annak szólt, hogy ugye mi nagyon sok jegyet adunk el Ausztriába, vagy adtunk el cégeknek, gumigyártóknak, olyan, akik hagyományosan, így van, és ott egy olyan erős nemzeti érzés volt, hogy visszatért oda a Forma 1, hogy mindenki, aki eddig, ugye, osztrákok se engedhetnek meg sokan kettő nagy díjat maguknak, úgyhogy ott a 14-es évben volt egy visszaesés, és 15-ös évben visszatornáztuk magunkat, ott szerencsénk volt, mert nem volt német nagy díj, és a németeket azért ide tudtuk csábítani, és akkor 15 nagyon tartottunk az idei évtől, hiszen 16-ban olimpia, labdarúgó, Európa bajnokság, és azért a szurkolók is azért meggondolják, ha már kimennek a foci EB-re, vagy az olimpiára, cégek kiviszik a dolgozóikat, akkor nem biztos, hogy a Forma 1-es futamra. Ennek ellenére nézőszámban majdnem elértük a 2015-öt, viszont bevételben túlhaladtuk. Kicsit átalakítottuk a jegyértékesítési rendszert, ennek köszönhetően a bevételeink jobbak lettek, mint 15-ben. Ez önmagában szerintem egy fantasztikus csoda történt. Ha azt megnézzük, hogy például az osztrákok 14-ről 16-ra 50%-ot estek visszanéző számba.
Hogyha már az olimpiát említetted, akkor nem állom meg, hogy ki ne használjam, hogy te vagy itt. Volt azért időd egy kicsit nézni olimpiát, főleg a saját sportágadat? Én az olimpiát a kezdetettől fogva, sőt azért nem mentem ki Rióba, mert itthon a TV közvetítések során sokkal jobban tudom követni. Akkor én igen mindent nézek, és nagyon szurkolok. Milyen érzés volt látni ezeket a sikereket? Most már jó, mert sokszor beszélünk arról, hogy mint régi élsportolók általában, és nagyon sok embert ismerek régi élsportolókat, akik ilyenkor egy depressziós időszakot élnek, hiszen bennünk van az, hogy hát mi is még bajnokok lehetnénk, ugye? Annak ellenére, hogy már így nézünk ki. Ettől függetlenül én már nagyon úgy tudom nézni, és mobelnökségi tagként is, hogy 100%-ig is szurkolok. Természetesen néztem, és nagyon örültem. És nyilván megfogalmazódik bennem azok a kételyek, illetve azok, amiket előre gondoltunk. Például a kajakkenu csapatra, ugye előtte mondtuk azt, hogy a három lány számban biztos, hogy lesz érem, egyes, páros, négyesben, viszont a többiben szkeptikus voltam, és azt mondtam, hogy nem lesz érem se kajakba, se kenuba, sajnos ez bejött. És ilyen formában látni kell azt is, hogy egy-egy klassz is elvitte most az olimpiát, viszont nagyon nagy lukak vannak. Érdemes tehát nézni az olimpiát is, és a Forma 1-et is, és nagyon jó, hogy te jöttél, hogy mindenről tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra. Köszönöm.